Sziasztok! Kedden 11-kor folytatódik a Csodák Palotája és a Bálint Ház közös ismeretterjesztő sorozata. Kémcső Jenő vagyok, együtt fogunk kísérletezni. Eredetileg egy túlhűtéses jégszobor készítésre készültünk a mai napon, de a házi körülmények között elvégzett előkísérletek során rá kellett döbbennünk, hogy ez annyira nem fog ma működni, úgyhogy váltottunk egy kicsit, de továbbra is a jéggel kísérletezünk majd. Amire szükségünk van még, az egy kevés olaj, egy kevés ecet, illetve egy jégkocka és egy üvegpohár. A kísérletezés szabályai változatlanok, egyedül sose kísérletezzetek, csak felnőttek felügyeletével, ne egyetek meg semmi olyat, amivel kísérletezünk, és a harmadik szabályban pedig vigyázzatok a saját testépségetekre, a felnőttekére és a környezetre is, hogy semmi se ömöljön ki, semmi ne fogjon meg olyan dolgot, amelyet nem kéne. Az átlátszó üvegpohárba töltsetek egy kis ecetet, erre olajat, és az olajba dobjatok bele egy jégkockát. Foglalkoztuk már az olajjal, azt tudjuk, hogy az olaj az úszik a vizen, láthatjuk, hogy az eceten is természetesen, és megfigyelhetjük, hogy mi történik a jégkockánkkal, mivel az olajnak a hőmérséklete jelen esetben szobahőmérséklet, tehát jóval melegebb, mint a jégkocka, éppen ezért a jégkocka elkezd olvadni az olajban, és mivel a víz az nem szereti az olajat, és nehezebb is, mint az olaj, ezek a kis cseppek elindulnak lefelé az edény alja felé, és gyönyörűen láthatjuk, ahogy a gömb kialakul, ahogy ezek az olvadó, jégből származó vízcseppek áthaladnak az olajos fázison, és elérkeznek a vizes fázishoz. Egy idő után aztán azt is megfigyelhetitek titek, hogyha nagyon kicsi már a jégdarabunk, akkor bizony-bizony ez is elindul lefelé a vizes fázishoz. Figyeljétek meg, ahogy az olvadó víz elkezd összegyűlni, és amikor már egy elegendően nagy cseppé összeállt, akkor bizony-bizony egy gömb formájában ereszkedik alá az olajos fázis és az ecet határára. Az ecetet a tekintetben a vizes résznek tekinthetjük. Egy picit megpihen még azon a határfelületen majd ez a gömbünk, és aztán beleoldódik az ecetbe. Szép lassan elindul majd lefelé az olvadó vizes gömbünk. És azon is elgondolkodni, hogy a jég az miért úszik az olajnak a felszínén, hiszen azt tanultuk, hogy a víz az lesüllyed az olajrétegen keresztül, és az olaj úszik a vízen. A magyarázat az viszonylag egyszerű, a víz sűrűsége olyannyira megváltozik a kristályosodás során, hogy még az olajnál is könnyebb lesz. Bizonyára ti is órákon át elnézegetnétek ezeket a kis vízcseppeket, de most mennünk kell tovább, jön spatulasára,
akivel egy izgalmas dolgot készíthettek. Sziasztok! Ma egy hőlégballont fogunk készíteni. Ehhez nem kell más, csak 5 darab színes papír. 5 darab színes papír. Egy kis fonál, vagy esetleg vékony madzag, olló, egy fél guriga WC papír, és néhány figura, amit el tudunk repíteni majd a hőlégballonnal. És még egy stift ragasztó is kelleni fog az alkotásunkhoz. Kezdjük azzal, most nem adtunk meg sablont, de szerintem ti is meg tudjátok ezt rajzolni. Egy darab hőlégballont kell rajzolnunk egy papírra. Segíthet az, hogyha fogtok egy tányért, ami ráfér a lapra, azt nagyjából körbe rajzoljátok, de úgy, hogy az alja hiányozzon, így körülbelül idáig, ettől a ponttól eddig kell így körbe rajzolni a tányért, és utána kiegészítitek ezzel az alsó résszel. Ezt elég egyszer megrajzolnunk, mert nekünk pontosan egyforma sablonokra lesz szükségünk, és ezért ezt fogjuk átrajzolni az összes többi papírra is, hogy egyformák legyenek, illetve én most ugye szabad kézzel rajzoltam, emiatt inkább összehajtottam a papírlapot, és így fogom kivágni, és így mindkét fele pontosan egyforma lesz. Vonalat követve kivágom. És az aljára sincs szükség, azt is levágom. És már is meg vagyunk a hőlégballonnak az egyik felével. Úgyhogy most ezt úgy fogom csinálni, mint az előbb is. Hát választhatjátok, két módszert is választhatok. Az egyik, hogy ráfektetitek, és körbe rajzoljátok, és úgy kivágjátok, de én azt fogom csinálni, hogy félbehajtom. És így ráhelyezem ezt a fél sablont. Pontosan, minél pontosabban, annál jobb lesz. És utána körbe rajzolom. Ezt megismétlem a többi papírnál is. Meg is vagyunk most már az összes színnel. Össze kell ragasztanunk őket. Ezt úgy kell csinálni, hogy fogjátok ezt a stift ragasztót, és a külső oldalát beragasztózzátok az egyik darabnak, és ráfektetitek a másikat. Aki eddig nem hajtotta még félbe a hőlégballonját, az előbb természetesen tegye meg. Most ennek ragasztózzuk be a felső részét. És erre is ráfektetünk.
amikor ezzel megvagyunk, akkor ezt is beragasztjuk. És most jön a trükk, hogy szépen kinyitjuk, és összeillesztjük az első, illetve az utolsó lapot. Így. És láthatjátok, hogy már készen is vagyunk a szép színes balonunkkal, de még nem tudjuk mibe beleültetni a figuránkat. Tehát most már csak ki kell díszítenem a kosarat, mert hogy azt ebből a maradék WC papír kurigából fogom csinálni. Kimérem ezen a papíron, hogy milyen széles csíkra van szükségem, és le is vágom a papírból. De még mielőtt ráragasztanám, megrajzolom, körbe rajzolom ezt is, mert hát ugye szegények, ez Lukas, ha ebbe ültetném bele a bábukat, akkor kiesnének. Körbe beragasztózom. Úgy. És így szépen fölhajtogatom rá ezeket a fülecskéket. És ráhelyezem. Itt egy kicsit át is fektethetem, és aztán levágom a felesleget róla. Megvagyunk. Körbevágom, még egy kicsit nagyobb le. És meg is vagyunk a kosárkával. Vágjatok le a fonalról 5 darab, körülbelül 15-20 centi hosszú mandzsabot. Ezek legyenek egyformák, úgyhogy az elsőt azt vághatjátok tetszés szerint, de utána a többit azt már mérjétek hozzá. Így egyforma hosszúságú lesz mindenik. Most hozzá kell ragasztanunk mindegyik részéhez egy-egy ilyen papír, vagy egy-egy fonalat. De a széléhez fogjuk ragasztani. Egy. Hát igen, ha van kedvetek, rá is lehet tenni egy darab papírt, akkor stabilabban áll. Akkor jobban meg fogja tartani. Persze, ha van alatt a ragasztó. Így. Úgy. Ezzel elkészültünk. Láthatjátok, hogy nagyon szépen lógnak róla a mandzsagok azonos távolságra, és most hozzá kell ragasztanunk a kosárhoz is őket. Itt az így lehet, hogy hosszú lesz. Majd a fölösleget levágjuk, hogy a madzagokat is megtartsa. Ez kettő lett. Így. Ezt is beragasztjuk.
És körbe ragasztjuk vele a kosarat. Ha elkészítettétek a hőlégballont, akkor küldjétek el nekünk a tokukacsoka.hu e-mail címre, és ha szeretnétek a szobátokban kiakasztani, akkor ide a tetejére rögzítsetek egy darabot ebből a madzagból, és már is akár a mennyezetre is lógathatjátok. Sziasztok!